a nagy rádióra, meg is van hozzá felszerelés, csak hogy azon nincsen mikrofon, és így ti nem hallottátok, amit én mondtam. Na Úgyhogy ez most az, kénytelen voltam át. így most viszont nagyon jól halljuk azt, amit mondasz. Csak annyit Így tegyél meg, viszont, légy micsoda, szíves, mert egy kicsit. hogy támaszd le valahova a telefonodat. Ha tudod. Igyekszem lefektetni, mert kitaláltam, hogy fölrakom ide tudod, napellenzőre, és akkor bekapcsoltam itt a kis lámpát, úgyhogy Nagyon tényleg csak jó. engem Nagyon láttak. jó. Férjem itt vezet mellettem. Nagyon Oké, okay, szuper. itt vagyunk. Nagyon-nagyon Ügyesek szuper. vagytok. Na, hát akkor Tessék? Picit hatalmas nagy. gyengébben hallok benneteket, arra kérlek erősebben, hangosabban beszéljetek picit, mert a max hangerőn vagyok. Oké. Na, hát hatalmas nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Augusztus utolsó, legutolsó napján, szerdán, holnap már szeptember, gyerekek, alig egy pár nap, és itt az év vége, és hát ma egy igazán-igazán különleges bejelentkezésünk van, hiszen Adrien éppen megy haza Tirolba, innen Magyarországról, amit látjátok ott mellette, vagyis ott lehet látni, ahogy az elhúzó gépkocsiknak a fényeit, a hátsó fényeit lehet látni. Tehát miközben ők haladnak az országúton, közben így bejelentkezik hozzánk, és hát én ki is teszem most nagyba ezt, hogy jól lehessen látni, és hogyha valaki szeretne hozzánk szólni, akkor itt a csetben nyugodtan megteheti, mert látni fogjuk. Majdnap folyamán csináltam egy videót, amelynek az volt a címe, hogy kész, vége. Egy korszak lezárult. Amikor egy ilyen bejelentkezés van, akkor nagyon sokan egyből így rákattintanak. Mi történt? Mit csinált az Oli? Miből lépett ki az Oli? Mit hagyott most abba? És most nekik akarom azt mondani, hogy nem. Nem ez történt, hanem egy olyan dolog történt, miszerint az a korszak zárult le, hogy ismeretlen emberekre kell ráirogatni, hogy drága reklámokat kell fizetni, mert van egy olyan program a kezünkben, aminek a segítségével gyakorlatilag hát mindenfajta ellenállás és kifogás nélkül fogjuk megkapni azoknak az embereknek az elérhetőségét, akik potenciálisan számot tevően tudnak majd részt venni a mi programunkban. És akkor veszem is elő a kérdéssort, amit már megszerkesztettem. És az első kérdésem az az, hogy mennyire voltatok felspannolva, mennyire voltatok izgatottak a találkozóval kapcsolatosan, ugyanis aki nem tudja, azoknak elmondom, hogy a hétvégén egy olyan találkozónk volt, ahol mindenki ott volt, méghozzá személyesen, fizikailag, egy fantasztikus pörkölt volt, meg mindenféle más is. Most ugye azt szeretném megtudni, hogy milyen utózöngései vannak, milyen érzések vannak most bennetek. Zsuzsanna, először te légy szíves, mondd el. Azt hittem, hogy Adriennek adod a szót, hiszen az ő jó voltából volt ez a találkozó, és nagyon köszönjük ezt, hogy te voltál az értelmi szerző, és hogy meghívtál minket. Hát nagyon, nagyon nagy várakozással készültem rá, nagyon vártam, hiszen hát több mint 2 éve, lassan 3 éve, hogy ebben az üzletben így együtt vagyunk. Persze van, aki később jött, de én így a saját csatlakozásomat tól mondom, és közben ugye ti is jöttetek, mások is jöttek, és hát hogy tényleg azóta nem találkoztunk személyesen, és
A személyes találkozót az úgy nem pótolja semmi. Tehát az, hogy online nem tudjuk megölelni egymást, ez az egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, mert hogy sokkal jobban közelebb tudunk kerülni egymáshoz, barátságok tudnak születni, szövődni, azok a kapcsolatok, barátságok, amik online kezdődtek már, azok még jobban el tudnak mélyülni, és ugye ez nagyon-nagyon jó a hálózatos, az ilyen network üzletekben, hogy tényleg hasonló gondolkodású emberek kerülnek egy csoportba, hiszen az már az előző alkalmakkor is kiderült, hogy mennyire közös az érdeklődésünk, hogy te is ezt az oldalt nézed, te is ezt a videót meghallgattad, tehát hogy annyira, annyira összeérnek a mi gondolkodásunk, a mi érdeklődésünk, és hogy valahogy így összehozott bennünket a sors, az élet is, Jóisten, hogy most már személyesen is tudjunk találkozni, és nyilván, hogy gondolom, hogy ez nem egyszeri lesz, hanem ennek lesz folytatása, hogy ez sokkal jobban elmélyítette a mi kapcsolatunkat. Viszont ugye az online-nak meg az az óriási előnye, hogy tudunk találkozni a világon, vagyis hogy tudunk kapcsolatba kerülni a világon bárhonnan emberekkel, és amit ugye offline nem tudunk megtenni, de online igen, és ugye megvan az eszköz a kezünkben, amivel ezt meg tudjuk tenni. És nekem is volt már, meg van is olyan üzlettársam, aki külföldön élő magyar, mert ott dolgozik, mert ott él, és valahogy megtalálta az én weboldalamat, és hogy így is tudnak barátságok születni, hogy ki tud szélesedni az embernek a látóköre, hogy lám ők ott hogy élnek, és tudunk így is, tud így is barátság kövődni. De visszatérve az offline találkozóra, hogy valóban egy nagyon nagy élmény volt, és hát én minden percét élveztem. Köszönöm szépen! Köszönöm. Na hát igen, igazad van, tényleg. Lehet, hogy valóban először Adriennek kellett volna adni a szót. Jó, bocsánatot kérek. És most akkor tényleg, Adri, akkor most te beszélj arról, hogy ti hogy készültetek, mert nektek azért többet kellett tenni, hiszen ti voltatok a házigazdák, így hát neked több minden feladat jutott így a kezdésnél. Mesélj nekünk erről, légy szíves. Szép estét kívánok, szeretettel üdvözöllek titeket, és üdvözlünk titeket a férjemmel innen az M1-esről Győr felé tartva. Remélem jól hallatszunk. Igen, szuper. Legyetek szívesek jelezni. Köszönöm szépen. Szóval mi is nagyon vártuk ezt a találkozót, ugye másfél-két éve ismerem ezt a közösséget online, akikkel itt most vasárnap sikerült megismerkedni személyesen, és bennünk már régóta megvolt a férjemmel az igény, hogy azért ismerkedjünk már meg személyesen is, másabb, jó, szép, persze, jó az online dolog, meg az is most nagyon jó, hogy ugye tudjuk prezentálni, hogy tényleg nincsen határ sem, meg korlát sem, meg szóval zéro, hogyha az ember be akar jelentkezni bárhonnan, gyakorlatilag meg tudja tenni egy szál okos telefon segítségével egy
főleg a vasárnap is sor kellett valakiben ki offline kapcsolatra is, és nagyon jó volt tényleg személyesen megölelgetni egymást. Ha hiszitek, ha nem így van, nagyon készültünk erre az alkalomra. A férjem nagyon boldog volt, hogy olyan vegyes marhahúst tudott beszedni, amivel igazán remekelni lehetett szerintem a pörkölttel. És nagyon-nagyon tetszett neki, itt kell elmondanom, Zoltán, hogy dicsérted a főztjét azzal, hogy kétszer is szedtél a marha pörköltből, holott megerősítetted a számunkra, hogy igen ritkán eszel húst. Igen. Gratulálunk és köszönjük szépen. Figyeltünk, le vagy figyelve. És feljárult a finomságos kovászos meg vizes uborkával, illetőleg a kiki a frissen a kertjéből szedett uborkából, kiki az isteni finom tavai szalámiból, ami aztán olyan gyorsan mindenki autóba úgy hozta, hogy akkor készítsek belőle neki. De nagyon gyorsan elmentetésben annak az egyszál csabai kolbász rútnak, ami valószínűleg házi, hogy hát az valami mennyei. Tehát aki éveket meg hosszú hónapokat tölt Ausztriában, ilyen illatot érezni, amit ez a magára azt magából, hát az valami mennyei töké. Már bocsánat, ezt szeretném mondani. És igazán igyekeztünk úgy megszervezni ezt a vasárnapi napot, hogy lehetőség szerint ez kielégítette a találkozással összefüggő igényeinket, és nagyon jól esett, hogy mindenki ugyanolyan fontosnak tartotta, mint és ugyanolyan jó szívvel jött is, mint amilyen jó szívvel mi hívtuk is. És hát szokták mondani, van az a régi fajta színházi előadás, aminek az volt a címe, hogy jövőre veled ugyanitt, amit majd meg tudunk beszélni a következő évben is, ha a Jóisten is úgy akarja természetesen. És én most átadom a szót Zoltánnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát részemről és egy nagyon-nagyon komoly készülődés volt, mármint, hogy itt fejben, hogy olyan dolgokat tudjak nektek vinni és mutatni, amire azt mondjátok, hogy na, ez igen, ez nagyon-nagyon megérte, hogy most itt vagyunk. Egyrészt azért, mert szerettem volna meghálálni azt a szervező munkát és azt az egész lelkesedést, amit ez alatt az időszak alatt az elmúlt másfél két évben tőletek kaptam. Másrészt pedig azért, mert én mindig is azt vallottam, hogy adni, 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 és akkor majd úgy is majd fogok én is majd kapni, mert hogy ez egy olyan dolog, ami úgy működik, hogy ha az ember eleget ad, akkor biztos, hogy fog majd kapni. Tehát én így készülődtem erre a dologra, és nekem így fejben volt is egy forgatókönyvem, hogy mikor, mit fogok megörökíteni, amit aztán utána a helyzet, meg az éppen aktuális szituáció egy kicsit felülírt, de a kérdésem az, hogy nektek volt-e valami olyasmi forgatókönyv, volt-e valami elképzelés, vagy valami ilyen szkriptszerű, hogy mikor, mit fogtok majd rögzíteni, hogy mikor, mit fogtok majd emlékként magatoknak eltenni. Adrián, először most akkor te, jó? Hát nekem erre most bevallom férfiasan olyannyira nem maradt sok időm, úgyhogy én most ebben hagyatkoztam inkább pirátok is, főként rád, Zoltán, de gondolom ezt megértitek, hogy igyekeztünk úgy összerendezni a helyet, hogy mindenkinek legyen elegendő ülőhelye, férőhelye, és aztán a technikának is megfelelő elhelyezési lehetőség és egyebek.
És köszönöm szépen, hogy amivel mi nem rendelkeztünk, többes wifi-t biztosító eszközök, hosszabbítók, egyebek, azt azzal te rendelkezésre álltál, mert azért egy kicsit azzal bajba lettünk volna. Köszönöm szépen. Zsuzsanna, te? Hogy készültél, vagy készültél egyáltalán? Igen. Mint ahogy ott, mikor Pestről már elindultunk, ott négyen, akkor a csapatnak, a kis csapatnak egy része, akkor már én mondtam, hogy készítsünk akkor itt egy közös fotót, hogy indulunk, igen, és betettük a csoportba, hogy indulunk, és akkor gondoltam, hogy ez a többieknek is jó lesz, hogy ott látják, hogy na, jövünk. És igazából nekem az indulás, meg a befejezés, ami így a fejembe volt, hogy a végén csináljunk egy csoportképet, ebbe a Csaba megelőzött, és nagyon örültem, hogy ő ezt szóba hozta, hogy legyen a végén egy csoportkép, mert az fontos. És ugye készült több is, ahol már mindenki rajta van, és hát ez nagyon-nagyon fontos nekünk is, hogy így megörökítsük így a utókornak abból a szempontból is, hogy volt egy ilyen, hogy ott voltunk. Hát közben is néhány fotót készítettem, amit majd még el is küldök, amikor folyt a munka, de abból ugye kevesebb volt, mert olyankor inkább figyeltem az előadásra, meg a többiekre, hogy ők mit mondanak, és akkor egy picit háttérbe szorult a fényképezés, de ugye vetted élőben a gépen és a konferenciateremben, úgyhogy ez is megmarad. Gyöngyike nagyon figyelt minket, próbálta értelmezni a dolgokat, ő sajnos nem tudott eljönni, de nagyon-nagyon hűségesen ott figyelt. És akkor te hogyan készültél erre? Hát Így. igen. Ebből a szempontból. Igen, én nálam szintén ez volt, hogy én tudtam, hogy az indulásról mindenféleképpen kell olyan emlékeket készíteni, mert tudom, hogy olyankor az ember mindig egy kicsit fel van spanolva. És hogyha erről van egy emlékkép, vagy egy emlékvideó, vagy valami, akkor az már kezdi visszaadni a hangulatot, és kezdi az embert, így mondom, hogy beindítani. Tehát, hogyha visszanézzük eseményszerűen magát az egész történetet, és elkezdjük az első képeket, akkor már úgy ugyanazok az érzések jönnek föl, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Legalábbis én bennem egy ilyen jött föl, és ez nagyon-nagyon jó volt. És azt is tudtam, hogy ugyebár azt meg fogjuk örökíteni, amiről majd ott beszélni fogunk, hiszen tudtam, hogy élőben menni fog majd a dolog. És annak nagyon örültem, hogy amikor a speciális dolgok történtek, akkor is volt, aki rögzítette az egészet, és hát erről majd a vége felé majd úgyis beszélgetni fognak. Én már előre elkészítettem egy speciális linket, amit közreadtam, és most az a kérdésem hozzátok, hogy mert ez a speciális link gyakorlatilag egy digitális albumhoz csatlakoztatta a felvételt készítőket, és ők ezen a linken keresztül minden különösebb probléma nélkül, vagy legalábbis majd elmondjátok, hogy nektek mi volt a tapasztalatotok. Tehát így ebbe az albumba, ebbe a digitális albumba fel lehetett tölteni a képeket még hozzá, ahogy mondom, tehát időrendben. A kérdésem az, hogy nektek okozott-e nehézséget az, hogy hogyan csatlakozzatok, vagy hogy csatlakozzatok-e a magához, az eseményhez ezen a linken keresztül. Adrián? Hát ugye utolsó kérdésedre válaszolva, miután offline annyian voltunk együtt, így én nem csatlakozom külön, hiszen személyesen
nem történt megrendezés alatt az esemény. Én ott személyesen vettem részt. Másrészt a kérdésedre válaszolva a linkkel kapcsolatosan, én ezzel még elmaradásban vagyok egy picit, mert nekem most ugye több napos kurzusom volt, és az már a múlt héten betervezésre került, vagyis hát nem is a múlt héten, talán még korábban is, és én szerintem holnap fogok mindezeknek a feladatoknak a nyomába eredni és lendülni, és belemerülni, és visszailleszkedni a munkás hétköznapokba, és megnézni a pontos továbblépési metodikát, hogy mit hogyan érdemes, és mit tudok majd csinálni. Nem is húznám a szót, engem is érdekel, én is megkezdtem, hogy amit panaszkodtál, amit ott te szóban elmondtál, illetőleg amire tanítottál bennünket. Köszönöm. Oké. Okay. Köszönöm. Zsuzsanna? Igen. Ugye ez egy offline találkozó volt, természetesen most ott nem csatlakoztunk linkre, vagy volt, aki csatlakozott, volt, aki nem, hanem örültünk, hogy beszélünk személyesen egymással, és ott meg tudjuk osztani a gondolatainkat, élményeinket. De ugye megelőzőleg te tartottál egy online képzést, webinárt, és akkor volt ott ez a, akkor megosztottad ezt a linket, és akkor én csatlakoztam föl rá, és nem volt bonyolult egyáltalán. Követtem azokat az egyszerű lépéseket, amik ott le voltak írva, és akkor bejutottam oda abba a rendszerbe, amit te mutattál, és ugye betetted a mi kis közös csetünkbe azt is, hogy, hogy ez az osztálytalálkozó, ami offline volt, most offline osztálytalálkozó, a képei, hogy oda fel vannak töltve, ugye minden szépen össze van rendezve egybe, amiket beküldtünk neked, meg amit te is oda raktál, és valóban olyan jól néz ki ott együtt minden, egy albumba, amit bármelyikünk meg tud nézni azon a linken, és bármilyen ilyen eseményt meg lehet így örökíteni. Igen, köszönöm szépen. A kérdésem most így a következő az, hogy ugye ment a beszélgetés, meg mutattam az új terméket, tehát az emlékoldallal kapcsolatos információkat, meg mindent, hogy működik, hogyan csinálja, hogyan hozza minden különös probléma nélkül az újabb és újabb és újabb jelentkezőket. És a kérdésem az, hogy biztos volt benned valamilyen kérdés ezzel kapcsolatosan, és volt-e olyan, vagy megkaptad-e egyáltalán a választ ezekre a kérdésekre, akár technikailag, akár pedig, hogy érdemileg, tehát, hogy maga az ötlet honnan jön, hogy miért érdemes vele foglalkozni, hogyan érdemes vele foglalkozni, és ami a legfontosabb, kik lesznek azok, akiket majd ez érdekelni fog. Tehát kaptál-e ebben kapcsolatosan, ilyen kérdésekkel kapcsolatosan választ itt ez alatt a beszélgetés alatt? Adrián. Adri, hallasz minket? Hogy... kell a válasz. Nekem az alap is... Igen, igen. Én... Ti hallotok engem? Igen, igen, igen. Hallotok engem? Igen. Igen. Jó, nem bevallom férfiasan, aztán most rájöttem, hogy ez szükséges. A lényeg az, hogy van nekem információm az új promóciós eszközös, az új bemutató, a regisztráció is minden egy nekem még hátra van, ahhoz, hogy pontosan meg tudjam fogalmazni a konkrét kérdéseimet, vagy az esetlegesen felmerülő technikai vagy egyéb
problémákat meg tudjam fogalmazni, tehát ezt is holnapra hagynám. És most átadom a szót Zsuzsannának. Oké. Jó. Igen, nekem is lesznek még kérdéseim ezzel kapcsolatosan, amit majd személyesen megkérdezek tőled, mert ugye van már információm, de ilyenkor, amikor egy új dolog van, van egy új termék, akkor felmerülnek még az emberbe kérdések, és ezeket még majd meg fogom még kérdezni. De az ötlet a tetszik. Ez teljesen természetes. Én a mai nap folyamán a marketing igazgatóval, Mike Potvinnal 2,5 órán keresztül beszélgettem. Tettem fel a kérdéseimet, mert nekem is vannak kérdéseim, egyértelmű. És hát ugye az is világos, hogy ha ezek a kérdések megvannak, akkor nektek is hasonló kérdéseitek lesznek, tehát nekem előre készülnöm kell, és ezeket föl kell, vagyis meg kell tudni válaszolni. Adri, igen? Hallgatunk, Adri. Azért, ami nekem ebből az egészből lejött, számomra azért rendkívüli nagyhatású meglepetésként ért az, hogy te konkrét felkérést kaptál egyenes Joeliktől ennek a promóciós terméknek a használatára, és személyesen kerestek téged meg, tehát onnan a tengeren túlról. Valószínűleg ezért ehhez neked valamilyen teljesítményt le kellett tenned, hogy erre sor kerüljön. És hát valószínűleg az nem csak nekem szúrt szemet, amit én beírtam a jutalékot karácsonyra, illetőleg a 90 napos online hálózatépítésnek az oldalára, hogy mintegy 4 héten keresztül a top keresője voltál ennek a cégnek, és valószínűleg azért részesítettek az elsők, tehát az egyenlők között elsőként ennek a terméknek a bemutatásával és bevezetésével, mert valami olyan tudták produkálni, amiről úgy gondolták, hogy érdemes lesz termékeny talajra hullajtani ezeket a magokat. Igen, ez valóban így volt. Tényleg számomra is egy meglepetés volt, hogy Joel személyesen jelentkezett be nálam, és ő személyesen kért föl arra, hogy kezdjünk ebben kapcsolatosan egy együttműködést. Ez az együttműködés arra irányult, hogy minden anyagot, minden adatot, minden információt fordítsunk le magyarra, és ha lehet, akkor már rögtön a kezdésnél egy olyan csomagot tudjunk adni az angolul nem beszélőknek a kezébe, amelyel minden magyar ember azonnal világosan és érthetően tudja alkalmazni és kezelni magát az emlékoldal programot. Hát ez volt az, ami igen, tehát tényleg egy olyan dolog volt, ami miatt egyrészt érdemes volt belevágni, másrészt meg maga az ötlet és a gondolat is egy olyan dolog, amiről én már egy ideje már gondolkodtam, hogy de jó lenne, ha lenne valami ilyen, vagy valami ehhez hasonló, és persze természetesen a szinkronicitás összehozta, és meg is valósult a dolog. Most akkor azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy miközben ment a nap, mentek a beszélgetések, meg a bemutató, még minden, hogy volt-e olyan pillanat, amikor azt gondoltad magadban, hogy ez de jó lett volna megörökíteni, mert akkor meg tudnám mutatni XY-nak, vagy valami ilyesmi, hogy na ezt majd de jó lenne majd, vagy de jó lesz majd máskor is majd megnézni. Volt-e ilyen? Adrián? Volt, hát azért nem volt túlzottan bőséges a helyünk, ugye, és mi minden talpalatnyi helyet kihasználtunk a kis találkozunk színhelyén, ami ugye a mi Balaton lellei nyaralunknak a kis lakásában volt. És igen, volt olyan, amikor
beszorultam a sarokba, és azt láttam, hogy a Zsófia és a Zsuzsanna milyen mélyen egymás között duruzsolva vitatják a továbblépési problémákat, illetőleg a fölmerült kérdéseket, és hát ugye nem nagyon tudtam igazán oda kimenni, meg onnan elmoccani, máshol volt a telefonom, és így ez elmaradt. De ugyanez igaz ugye az arra is, hogy odakint várakoztak a pörkölt főzéssel a fiúk, majd amikor az ebédre kerül a sor. Mindenki készítette a magáét, tuzolták a krumplit, darabolták az uborkát, és készült az uborka saláta. És odabent mi pedig készültünk az online osztálytalálkozó megrendezésére, aminek hát azért a valljuk be azt is, hiszen te vagy a GVO Hungária vezetője, azért az alaphangot a nap bekottázásával, hogy mikor mi történjen, te adtad gyakorlatilag, és aszerint mentünk a tervezett lépések egymás utáni sorrendjében, ahogy azt előzetesen megkomponáltad, és ugye folyamatosan vittük a lehetőségeket, és következett az találkozás, majd aztán az offline-ból az online találkozás is, ugyebár online Csaba és Gyöngyike hiányzott csak a csapatból, illetőleg a Bettina Ausztráliából. Viszont én azt gondolom, hogy aránylag elég összeszedetten, és hát ugye az eredeti tervekhez tartva magunkat sikerült ezt az egészet végigvinni, és hát amiután már véget ért az online osztálytalálkozó része, hát bennünket azért az ajándékait is megleptek a kis bemutatóiddal, amiről elkészült a felvétel bizonyára, amire én is jeleztem a készítőnek a vételi szándékomat, hogy így fogalmazzak, de valószínűleg majd ez is el fog érni hozzám. Köszönöm. Zsuzsa? Pontosan mi is volt a kérdésed? Hogy mi az, amit nem örökítettél meg, és szerettél volna? Igen, pontosan. Oké. Hát az Aikido bemutatód ott a végén, az igen, az nagyon jó lett volna, de hála Istennek volt, aki megörökítette. Úgyhogy az tényleg egy meglepetés volt nekünk. Ugye már többször említettette a webinárok, képzések során, hogy ezzel a sporttal foglalkozol évek óta, és hát ez nagyon, nagyon tetszett, és azt láttam, vagy hogy milyen érzéseket is hozott ez bennem, hogy a rendszeresség, a fegyelmezettség, amire egy ilyen rendszeres sport tanít, itt a jelen esetben egy ilyen küzdősport, ami nagyon, ugye nagyon férfias. Gondolom, hogy az apukák, a fiaikat is szeretnék, hogyha egy ilyen sportra járna, hogy az unokát is, hogy meg tudja védeni a család női tagjait, hasonló. De hogy egyébként pedig ugye azt gondolom, hogyha a test rendben van, hogyha a testet az ember jól tartja, úgy a mozgással, az ételekkel, meg egyéb dolgokkal, amire te nagyon odafigyelsz, ugye, hogy mozogsz is rendszeresen, hogy talán vegetáriánus vagy már egy ideje, és hogyha ez rendben van, ez a testi rész, akkor azt hiszem, hogy sokkal könnyebb az egyéb dolgokkal is foglalkozni, az elméleti dolgokkal, hogy akkor jobban megy az is, hogyha nincs olyan, hogy most fáj a fejem, vagy ez fáj, vagy az fáj, vagy amaz, hanem rendesen az ember karban tudja tartani magát. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy majd jó lesz újra visszanézni. És hát én azt is kiemelném, hogy a humor, hogy nagyon jó volt, hogy sokat nevettünk, bizonyos dolgokon, vitteken,
azt hiszem, hogy látszik is azon a kis videón, amit ott az EOH-ba próbáltunk, hogy az élő videót csináljunk. Egyrészt azért is, hogy megmutassuk a többieknek, akik még nem csináltak. Másrészt pedig, hogy ezt a hangulatot bemutassuk a többieknek is ott a csoportba, és hát úgy sikerült, hogy az élő az élőbe lett, mert te is vettél fel, meg én is, úgyhogy Igen. totál nagyon jó volt. Tehát Mutattad az élő videót. igen. Úgyhogy csináltunk ott Zsókával egy csoportot is, meg hogy megmutattam, hogy kell élő videót csinálni. Tehát úgy azért személyesen is néhány dolgot megosztottunk egymással. Amit az egyik tudott jobban, az a másiknak megmutatta. Volt olyan, amit a másik tudott jobban, ugye Zsókával is, tehát ő is nagyon régen egy évek óta egy nagyon jó hálózatépítő, és ő is a gondolataival segített nekünk. Köszönöm. És az Adriennel közösen meg megtanítottuk az Istvánt arra, hogy hogyan tudja a telefonját a megfelelő módon kezelni, ha szövegről van szó, ugye? Ja, igen, Ugye, igen, Adrien? igen. Igen. Magyarul Zoli, is, angolul is. Én ezt köszönöm, hogy tavaly októberben megtanítottad ott a külön emelt szintű oktatáson, de eszembe van még az, hogy 2020 szeptemberétől 2021. október 4-ig én nem tudtam telefonnal ezen lépések hiánya miatt belépni ebbe a terembe, és miután ott volt kellő idő rá, ott tudtad megmutatni, hogy kell ide belépni, és ezért én azt a módozatot találtam, hogy én ezért előre értesítem az összes érdeklődőmet egy rövid SMS, 5-6 lépéses SMS leírással és telefonos fotókkal, hogy hogyan tudnak előre belépni, hogy ne okozzon gondot az időre történő konferenciaterembe való belépés, ami jól működik, mert azóta nincs fennakadás, és átlagban mindenki be szokott tudni mindenféle bonyodalom nélkül lépni. De köszönöm szépen, ezért tudom, hogy ezt előre le kell tennem, nem várhatom, hogy meg fogják tudni tanulni, mert ahogy én sem tudtam egyedül, azért a korombéli emberek döntő többsége hasonló cipőben jár, mint én. Igen, de ezért van, kell aki veszi a valami, amit fáradt. tudják. Ja, bocsánat, azt hittem, hogy vége a mondatnak. Ne. Vége, köszi. Jó, akkor elnézést. Csak azt akartam hozzátenni, hogy ugye te vetted a fáradtságot, hogy megtanuljad, és van, aki meg egyszerűen, ha nem tud belépni, akkor sarkon fordul, és többet nem jön, mert megsértődik. Tehát ilyen is van, és valóban tényleg érdemes erre odafigyelni, és nagyon jól csinálod. Én is így bele szoktam tenni a hírlevélbe, ami kimegy, hogy kell belépni telefonról is, mert ugye sokan, szerintem sokan telefonról lépnek be. Oké, rendben van. Én most ehhez nem is teszek hozzá, nem is fűzök hozzá semmit, inkább hozom a következő kérdést, hogy visszanéztétek-e már az albumot, a digitális albumot, és találtatok-e olyan képet ezen a digitális albumon, amiről azt gondoltátok, hogy ez nagyon jó, hogy ez a kép elkészült. Adrien. Nem. Nekem még erre nem volt idő. Aha. Ahogy jeleztem, ez miatt a tanfolyam miatt ide még én nem tudtam belépni, de marad a holnap. Oké, rendben van. Zsuzsa, neked? Igen, a csoportképek, ami nagyon-nagyon jó, hogy elkészült többféle változatban is, úgyhogy annak nagyon örülök. Aha. Oké. Én igazándiból azoknak a rövid kis videóknak örülök igazán, amiket az István csinált,
mert azok tényleg ilyen, mondhatni, ilyen nem lesi fotós, hanem ilyen lesi videós dolgok, amikor az ember nem úgy áll a kamera elé, hogy na most a haj belőve, és akkor felkészülten, meg, és akkor csak így, hanem tényleg olyan igazán, igazi életkép volt az, ami így készült. Hát én beszélgetek valamikével, közben sürgés, forgás, készülődés, meg minden, és ez nagyon-nagyon tetszett nekem, és vagy tetszik, és én erre gondolom azt, hogy na ez nagyon jó, hogy ilyenek vannak, és ilyenek elkészülhetnek, és hogy ilyeneket közre tudunk adni, és a többiek is átélhetik nagyjából azt az érzést, ami ott volt, ami átlengte magát ezt az egész offline találkozót. És Igen, akkor. azért is jó, mert hogyha azt mondja valaki mondjuk a csoportból, hogy én is szeretném, én is kérem, küld el nekem, légy szíves, Igen. akkor azt mondod, hogy itt van a link, és bárki fölmehet és Igen. megnézheti. Igen. Így van. Igen, ez benne a nagy szám, mert igen, az megfigyelhető, hogy az ilyen rendezvényekről így is úgy is készülnek képek, hiszen az embereknek már lassan a kezéhez van nőve a mobil eszközük, és az én készülékem például olyan, hogy mindössze egy koppintás, puf, már működik is a telefon, és vagyis hogy a kamera oldal, és már vehetem a videót vagy a fényképet, amit éppen szeretnék. És nagyon jól tudom, hogy sokan csinálnak így. Ami a probléma az, hogy hogyha valaki megcsinálja, akkor az a videó meg a kép, az csak ott az ő készülékén van, és akkor vagy ha tudunk róla, hogy készült kép, akkor meg tudjuk őt kérni arra, hogy ossza már meg azt a képet, de ha nem tudunk róla, akkor még csak nem is tudjuk megkérni. És akkor ő mit fog csinálni? Esetleg fölteszi a saját közösségi média platformjaira, ha van neki, ugye, természetesen. És hát, hogyha véletlenül rátalálunk, akkor láthatjuk, hogy na, ő is csinált egy vagy több képet, és akkor ott meg tudjuk azt nézni. De hát nagyon túl sok a véletlen tényező ahhoz, hogy ez meg is történjen. Így viszont egyértelmű, hogy akinek a birtokában van ez a speciális link, vagy esetleg használja azt a QR kódot, amit ott a helyszínen, akár a mobiltelefonon keresztül is meg lehet osztani, akkor már eleve fel tud menni magára a digitális albumra, be tudja tenni a saját képét, és a később vissza tudja nézni a sajátját és a többiekét is együtt. Igen. És van még egy utolsó kérdésem, és az utolsó kérdés az, hogy amikor néztétek magát ezt a speciális aikidós üzletépítős dolgot, akkor milyen felismerés jött nektek, vagy mi volt az, ami megragadt bennetek? Adrien? Hát egyrészt az, hogy ugye még ideig újságoztam, hogy milyen jó annak, aki megengedheti magának, hogy amikor neki tetszik, és az ideje megengedi. Aztán a másik, nem azt mondom, hogy kávéfüggő vagyok, de miután a hajnali munka azért még fennáll, amikor azt elvégeztem, akkor szoktam inni, és én nem azt mondom, hogy nem vagyok meg kávé nélkül, de muszáj, ugye reggel 7 óra, fél 8 fele valamit ehhez képest nem biztosítja azt, hogy ne kelljen rögtön lefeküdnöm 8 óra körül. Hát az esetek döntő többségében, 60-70%-ban ezt megúszom kávéivás mellett, de van, hogy nem mindig. És ki fogom próbálni, mert az érdekel, hogy
amit mondtál, hogy teljes mértékben ki is váltható vele a kávéhívás, mert olyan szinten átmozgatja a legfőbb izomcsoportokat ez a rövid kis mozgássorozat, ami teljesen föl tudja frissíteni az ereket. És hát jelzem, tegnap és ma ehhez mérten tanultam még hát együtt. Köszönöm. Oké, köszönöm szépen. Zsuzsanna? Igen, köszönöm. Én az előbb már érintettem is ezt a témát, és ugye elmondtam, hogy milyen én ezek a gondolatok jöttek, hogy a rendszeresség az, hogy ezt bizonyos időközönként, nem tudom, minden reggel vagy hogyan csinálod, de hogy ez az embert egy rendszerességre szoktatja, hogy talán a test már várja is, hogy ezt csináljad rendszeresen, és hát igen, csak nehéz lehetett azon a pici helyen ott ezt úgy megmutatni, hogy ez valóban átjöjjön, hogy lássuk, hogy ez hogyan is van. Gondolom, hogy más helyszíneken jobban, tehát máshol is szoktad csinálni, mint ahogy említetted is. És nagyon-nagyon tetszett, ugye mondtad, hogy a kávét ki lehet vele váltani. Én azt mondom, hogy a torna és a kávé is, mert én azt nem szeretném elhagyni, de én tornázni szoktam én is. Nem azt mondom, hogy minden reggel, de egy héten háromszor, négyszer tornázok én is, egy másfajta jellegű tornát, de nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy biztosan, ha visszanézem majd, akkor azért át fogok venni belőle dolgokat, amiket nekünk megmutattál, mert nagyon hasznos. És főleg, amikor az ember sokat ül számítógép előtt, nem muszájból, hanem azért, mert szeretem, akkor bizonyos testrészek egy kicsit le tudnak merevedni, és akkor azokat azért oda kell figyelni rá, hogy megmozgatni. Úgyhogy igen, erre kell időt fordítani és energiát. Nem szabad sajnálni rá az időt. Köszönöm. Igen. Igen, köszönöm szépen. Na hát gyakorlatilag én ezt, ha lehet, akkor minden reggel megcsinálom, hiszen 10-15 perc az egész. Igazából tényleg annyi, míg az ember megiszik egy kávét. Az alatt megvan. Amit leginkább fontosnak tartok, és ott nem emeltem ki igazándiból, az, hogy az emberi csontváz legfontosabb része az a gerinc. Főleg azért, mert ugye a gerincben van a kisagynak és a gerincvenőnek a jó nagy állománya, és hát ugye ezek a paraszimpatikus idegpályáknak a védelmezője is egyben. Ez irányítja a légzést, szívmozgást, a bélperisztaltikát, meg egy csomó mindent, amik a gerincnek, a gerincvenőből kinyúló idegpályák irányítanak, és ugye természetesen ott van az ülő ideg, amely a gerinc, vagyis a csípőnek a legalsó csípő részéről, vagy a csigolyájából lép ki, és ott megy le egészen a lábúig, és nagyon-nagyon sok esetben okoz problémát, például az ülő idegzsába, és a gerincnek a rugalmassága az azért rendkívül fontos, mert amikor azt látjuk, hogy valaki ilyen merev, és hogy csak így képes fordulni, hogy együtt forog például a nyaka meg a gerince, akkor arról biztosan tudhatjuk, hogy egy ilyen betokosodott, berögzült gondolkodású ember, akit nagyon nehéz kimozdítani ebből az állapotból, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy a rugalmasság megmaradjon, mert a rugalmas gondolkodás hozza azt, hogy az ember nyitottá tud válni a változás felé, és el tudja indítani azokat a folyamatokat, amelyek a megfelelő irányú eredményeket fogják hozni, hiszen mindig egy változás indítja el azt, hogyha valami új eredményt fogunk kapni.
És akkor én nem is húzom már tovább itt a és szót. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Adriennek, hogy egy viszonylag nehéz nap után, egy komoly tanfolyam elvégzése után, tanfolyami nap elvégzése után, útközben hazafelé Magyarországról, Tirolba bejelentkezett, és megcsinálta azt a csodát, hogy itt részt tudott venni velünk együtt, és hallhattuk, láthattuk őt, miközben ugye az M1-es pályán mennek szépen hazafelé. Nagyon szépen köszönöm Nagy Zsuzsannának is, aki, hát most már mit mondhatom így, hogy törzs beszélgető partnere, és nagyon-nagyon sok információt osztunk meg egymással, és na, én személy szerint nagyon sokat tanulok tőle, hiszen ugye ő az a szakember, aki az ember álmait elő tudja hozni, és bizony-bizony inspirált ő már engem arra, hogy hogyan tudom felhozni a saját gyerekkori álmaimat. És arra kérlek benneteket, akik most néztek bennünket, hogy keressetek rá Adrienre is, Zsuzsannára is az interneten, tegyétek föl nekik a kérdéseiteket, ha vannak, és kezdjetek el velük beszélgetni, mert mind a ketten fognak tudni nektek olyat mutatni, ami nagyon sok ember számára rendkívül fontos. Zsuzsanna például a női önbizalommal kapcsolatosan fog tudni adni elég sok jó információt, és Adrien pedig az egészséggel, az egészséges, tehát a betegségek kezelésével és az egészség megtartásával kapcsolatosan tud sok fontos információt átadni. Így hát érdemes mind a kettőjüket ezekről megkérdezni. Kövessetek minket itt a Facebookon, Instagramon, YouTube-on, és kezdjünk el együtt gondolkozni, kezdjünk el együtt olyan dolgokat megcsinálni, amelynek az lesz az eredménye, hogy hosszú és egészséges, nyugdíjas életet fogunk tudni majd élni, mindenféle politikai és gazdasági helyzettől függetlenül. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Búcsúzom, szervusztok! Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok, szép estét!